Szülinapi lakoma készül a Nyíregyházi Állatpark komodói varánuszainak. Az éppen ma 10 éves hüllők kedvenc ételét, a marhahúst erősítik erre a láncra a gondozók. Dorian és Florian testvérek. Közvetlen szomszédságban, de egymástól elszeparáltan élnek. Az állatgondozók egy titkos, speciális fütyszóval terelték ki először az egyik, majd a másik állatot a megszokott helyükről. Ezt követően egy zárt, úgynevezett boxba kerültek, egészen addig, amíg a finom falatokat a kifutójukban elhelyezték a szakemberek. Sokan nem gondolják, hogy nem csak az emlős állatok, hanem bizony a hüllők is, köztük például a krokodilok is, illetve a komodói varánuszok is bizonyos szintig tréningezhetőek. Igazából náluk az a lényeg, hogy amíg le tudjuk kötni a figyelmüket apró falatkákkal, addig szinte bármit meg tudunk velük tenni. A tréning az azért is nagyon fontos, mert évente legalább egyszer egy nagyon aprólékos állatorvosi ellenőrzésen is átesnek állataink. Ilyenkor egy speciális ládába hívjuk ki őket. Ennek a ládának minden oldalán nyitható ajtók találhatóak, és annak függvényében, hogy állatorvosainknak a komodói varánusz éppen melyik testrészére van szüksége, a megfelelő ajtót kinyitjuk. Ilyenkor természetesen az állatok fixálva vannak ebben a dobozban, és amíg le tudjuk kötni a figyelmüket a finom falatokkal, addig bármit meg lehet csinálni velük, például vérvétel, illetve a karomvágás is ilyenkor szokott megtörténni. A zöld piramis talán legnépszerűbb lakói ezek a gigahüllők. 2016-ban Prágából érkeztek Nyíregyházára. Különlegességük, hogy úgynevezett szűznemzéssel fogantak, vagyis hímegyet közreműködése nélkül születtek. A komodói sárkányok egyébként az indonéz szigetvilágból származnak. A látványetetés nem csak a látogatóknak, hanem az állatoknak is különleges élmény. A mögöttem lévő hüllőkre a legnagyobb veszélyt az elhízás jelenti. Így a felfüggesztett marhahús segítségével nem csak mentálisan, de fizikálisan is megmozgatjuk őket, tulajdonképpen, mint a természetben, meg kell dolgozni a napi takarmányért. A komodói varánuszok egyik érdekessége, hogy mintegy 30 cm hosszúságú villásnyelvükkel érzékelik a szagokat. Szabadon élő társaik kedvező széljárás esetén akár 8-9 km távolságból is kiszimatolják a táplálékot. Képesek egy étkezés alatt saját testsúlyuk akár 80%-át is elfogyasztani.